Hétvégén került sor a Tamási Hús Kft. Családi napjára. Az eseményen pompomlányok, egy mazsorett csapat, színes műsor, a kicsiket pedig ugrálóvár és egyéb játékok szórakoztatták. Korábban karácsonyi vacsora volt csak a dolgozóknak, ahol mindenkit meghívtunk, és most tavaly volt az első családi nap, ami elég jól sikerült, és ugye a tavalyi évhez képest idén dupla a résztvevőknek a száma, mert annyira jól érezték magukat tavaly a dolgozók, és főleg a gyerekek, meg a család, hogy akkor idén sokkal többen jöttek el. A cégnél több mint 450 ember dolgozik. A vállalat 2007 óta van jelen Tamásiban, és természetesen nem a szombati volt az első ilyen alkalom. A rendezvényen részt vett Péter Schulze, a Gerlinger Holding ügyvezetője is, aki stábunknak elmondta, miért tartják fontosnak a családi nap megszervezését. Rendkívül fontosnak tartom, hogy vissza is adjunk valamit azoknak, akik egész évben a cégért dolgoznak. Elengedhetetlen a jó kapcsolat, és az, hogy itt hozzátartozókkal, barátokkal találkozzunk. Nem csak egy embléma szeretnénk lenni, hanem ténylegesen a családokkal időt eltölteni. Minden korosztály számára jó kikapcsolódást jelentett a szabadtéren tartott rendezvény.